Köszöntöm a nézőket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, február 8-án, szerdán este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Jó az együttműködés a Zemplén Kalandpark és a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház között. Iskola érettségi vizsgálat a Sátoraljaújhelyi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Új honlapon tájékoztatja olvasóit a Városi Könyvtár Sátoraljaújhelyen. Sátoraljaújhely város önkormányzata és a Zemplén Kalandpark közösen köszöni meg az elmúlt évek kitartó munkáját a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház munkatársainak, melyet a folyamatos ellátásban és a pandémia alatti rendkívüli időszakban nyújtottak a városban és a térségben élőkért. Már a tavalyi éven is lehetőség nyílt kipróbálniuk az élmény elemeket, azonban a Kalandpark vezetősége idén is fontosnak tartja biztosítani ezt a támogatást. Dongó, sólyom, libegő és a bob, a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark élmény elemei, de ne felejtsük el a páratlan kilátást sem a magas hegy tetejéről. Ez az, amivel rabul ejti Zemplén fővárosa a turisták szívét, azonban a sátoraljaújhelyiek sem maradhatnak ki ezekből az élményekből. Az elmúlt évekre visszatekintve sok nehézséggel kellett szembenéznie mindenkinek, főleg az egészségügyben dolgozóknak. Ezért Sátoraljaújhely város önkormányzata és a Zemplén Kalandpark közösen mondott köszönetet az Erzsébet Kórház munkatársainak. Mindenki számára egy nagyon nehéz év volt, főleg a Covid miatt is, és itt szerettük volna támogatni a kórházi dolgozókat azzal, hogy Dankó Dés alpolgármester úr megkeresett minket, és összehozott minket a kórházi dolgozókkal, és gyakorlatilag egy összegben tudtuk támogatni őket, amit kórházi dolgozókra lebontva egy bizonyos összeget fel tudtak használni itt nálunk a Zemplén Kalandparkban bizonyos élményelemekre. Idén is folytatódik ez az intézmények és a város közötti együttműködés, melyben a Zemplén Kalandpark konkrét felajánlást tesz. Most február 11-én rendeznek majd egy bált, ahova szeretnénk további felajánlást nyújtani nekik. Most kapura jön ugye nekünk a farsang, ami 12-én lesz, és erre való tekintettel farsangi belépőket szeretnénk majd nekik felajánlani. További együttműködéseket is tervezünk velük, és más szervezetekkel is a városban, hiszen most a polgári bál lesz február 18-án megtartva, és oda is szeretnénk egy felajánlást majd készíteni, és ezt majd ott helyszínen szeretném majd nekik átnyújtani. Kőrösi Ádám hozzátette még, hogy az idei éven több tervük is van, így további programokra és együttműködésre is lehet számítani városi szinten. Az iskola köteles korúvá váló gyermekek, azaz a 6. életévüket augusztus 31-ig betöltők számára áprilisban lesz az iskolai beiratkozás. Azonban akik valamilyen oknál fogva halasztani szeretnének egy évet az iskola kezdésben, azoknak január 18-ig volt lehetőségük ezt kérvényezni. Ha a kérvényekhez felülvizsgálatot vagy alátámasztó szakvéleményt kérnek, akkor a pedagógiai szakszolgálatnál kell Sátoraljaújhelyben ezt elvégezni. Azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, iskola kötelessé válnak a 2023-24-es tanévre. Így be kell iratkozniuk az iskolába április végén. Azonban volt egy lehetőség azon szülők számára, akik halasztani szeretnének egy évet. Azok, akik éltek ezzel a jogukkal, azok kérelmét vagy elfogadták, vagy pedig felülvizsgálatot kezdeményeztek az ügy érdekében. Ez utóbbira a Borsodabaúj-Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat Sátoraljaújhely tagintézményében van lehetőség a Sátoraljaújhelyi járás területén élők számára. Kértünk egy év halasztást, azért mert úgy gondoltuk, hogy én is, az óvodapedagógus is, illetve járunk ide a szakszolgálatba pszichológushoz is szeptember óta, és úgy gondoltuk, hogy mindannyian, én is a férjemmel, hogy a gyereknek szüksége van még egy évre. Többek között azért is, mert amikor óvodás lett, akkor a Covid még javában zajlott, és szerettük volna, és ugye be volt zárva az intézményt, egy gyakorlatilag a kiscsoportos korába, sőt, még középsős korába sem nagyon járt óvodába. Ez az egyik, a másik, hogy eleve egy szorongó típusú gyereknek gondoljuk, szintén a pedagógusokkal karöltve, és szerettük volna, hogyha még egy évet az óvodában marad, hogy biztosan jó legyen majd az iskola kezdés. Erre válaszul érkezett egy levél az oktatási hivataltól, hogy jelen pillanatban a mi ügyünket egy ilyen teljes körű vizsgálat alá vonják, úgyhogy itt a szakszolgálatban vártak minket egy ilyen iskola felkészítő dologra. A pedagógiai szakszolgálat helyi tagintézmény vezetője arról beszélt, hogyan is kell elképzelni egy ilyen vizsgálatot, foglalkozást.
Az alap az a klasszikus iskolai érettségi vizsgálat, ez a régi. Vannak már újabbak is, amelyeket tartogatunk mondjuk egy felülvizsgálatra, hogyha a szülő esetleg nem fogadja el az eredményt, vagy fellebbez, hogy akkor is legyen a tarsolyunkban egy felülvizsgálatra, az egy jóval hosszabb teszt. Ez a klasszikus iskolai érettségi azért csináljuk, a megyében ez minden járásban, minden járási szakszolgálat ezzel dolgozik, mert ez klasszikusan 45 percre van behitelesítve, és ezzel a 45 perc alatt mi nagyon jól tudjuk figyelni a figyelemnek a hullámzását, a fáradékonyságát, mikor mennyi, milyen ütemeket bír el a gyerek, váltakozik benne az auditív és a vizuális észlelés figyelemnek az elővételezése, játékos feladatok, tehát nyilván a feladatok úgy vannak összeállítva, hogy a gyerek azt érzi, vagy azt éli át, hogy most ő eszközökkel, vagy eszköz nélkül, de játszik, és mi ez alatt ugye, amíg ő kirak például egy analitikus, szintetikus kockát, az alatt mi megnézzük, hogy milyen az analitikus, szintetikus gondolkodása, hogy a részekből az egészeket hogy lesz majd képes összerakni. Nagyon fontos, hogy aki gyermeke a határozat alapján még egy évig óvodában maradhat, annak is el kell mennie áprilisban a beiratkozásra, hiszen a gyerek tanköteles korú, ezért a határozatot az iskolának be kell mutatni. Idén február 13-a és 19-e között tartják a házasság hetét. Ilyenkor különböző civil szervezetek, intézmények és a keresztény egyházak igyekeznek a figyelmet a házasság szentsége felé fordítani. Sátoraljóújhely városában a tavalyi év során 80 házasságkötés történt, idén pedig már most 15 igénybejelentés érkezett az anyakönyvvezetőkhöz. A település önkormányzata idén is, mint minden éven, igyekszik nem csupán méltó helyszíneket kínálni a házasulandóknak, hanem apróságokkal is meglepik őket. Több mint két évtizede indult el Angliából a házasság hete. Ilyenkor egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánják a figyelmet irányítani. Már a négy kontinens 21 országában ünneplik a hetet a keresztény egyházak és a civil szervezetek. 2006-ban indult el Sátoraljóújhely város önkormányzatának az a kezdeményezése, melynek köszönhetően a házasságkötési eljárás vége felé haladva egy emléklapot adományoznak az ifjú párnak, melyen a város nevezetességei találhatóak. És 2019-ben pedig azt a véleményem szerint és a visszajelzések szerint jó gyakorlatot vezettük be, amelynek szintén rendkívüli módon örülnek a ifjú párok, amikor egy évvel a házasságkötés megtörténte után a város polgármestere szintén köszönti őket, és további sikereket és boldogságot kíván a közös életükhöz, a családjukhoz. Nagyon sok visszajelzés érkezett, és nagyon örülünk a fogadtatásnak, amelyre természetesen ilyen formában számítottunk. Az elmúlt éven 80 házasságkötési eljárásnál működtek közre a városban az anyakönyvvezetők. Egyre népszerűbbek a hivatalépületén kívüli házasságkötések. Idén pedig már 15 igényt jelentettek be, melyek közül 10 nem az egyébként szintén patinás egykori vármegyeházának dísztermébe, hanem külső helyszínre van tervezve. Szándékosan nem említek egyet sem, hiszen nekünk anyakönyvezőknek mindegyik egyformán fontos, de az mindenképpen legalább ennyire lényeges, hogy vadásszuk és keressük az új helyszíneket. Ugye az elmúlt évnek volt egy rendhagyó története, amikor a Szárhegyen a Magyar Kálvária mögötti kilátó ponton volt egy esküvő, és hát meglehetősen kalandos volt az odavezető út a menyasszonynak és az egyik tanúnak, mert ugye a Solymon átcsúszva közelítették meg a házasságkötést helyszínét, és erről az eseményről azt gondolom sokakkal egyetértve, hogy páratlan szívségű légifelvételek és drónos felvételek készültek. Nem titkolt szándéka az sem a önkormányzatnak, és ugye ezzel együtt a polgármesteri hivatalnak, hogy terveink szerint a Függőhídon legalább ilyen érdekes és élménydús lesz majd egy egyes párnak örökhűséget fogadni. A település önkormányzata az eddigiekben minden itt örök hűséget fogadott házaspár számára azok első évfordulóján egy DVD-lemezt ajándékozott, melyen a város imásfilmje volt található. A kor előre haladtával mostantól egy QR-kódot fognak kapni az évfordulós párok. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően új honlappal várja az érdeklődőket a Sátoraljóújhelyi Városi Könyvtár. Az internetes felületen könnyen elérhető és kezelhető a könyvtár katalógusa és a különböző adatbázisok.
Láthatóak a program meghívók, szervezeti adatok és könyvajánlók is fel fognak kerülni rá a könyvtárosok és az olvasók tollából. Ezzel kívánják élővé varázsolni az internetes felületüket. Könyvek, hanglemezek, internet, gyermek és felnőtt programok. Ezek mind a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár kínálatának részei. Immáron mind a katalógus távoli böngészése, mind pedig a programokról való értesülés könnyebben elérhetővé vált otthonról mindenkinek, hiszen új honlapot kapott egy pályázat keretében az intézmény. Az internetes felületet igyekeznek nem csak frissen tartani a könyvtár dolgozói, hanem élővé is tenni azáltal, hogy olvasás népszerűsítő ajánlókat is írnak rá a kollégák, illetőleg az olvasóinktól olvasóinknak rovatnak köszönhetően egymással is megoszthatják élményeiket és tapasztalataikat a szenvedélyes könyvmolyok. 2022-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával végre a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár is egy új önálló, korszerű honlappal lett gazdagabb. A megszokott tartalmakon kívül a kollégák által szerkesztett könyvajánlókat, a kollégák által írt ismeretterjesztő cikkeket is tartalmaz, amely az olvasóknak távolról is elérhetővé teszi a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtár által nyújtott kulturális javakat. A honlapon található az online katalógus, amelyből távolról is tudnak böngészni az olvasók a könyvtár állományában, és lehetőségük van a könyvtári könyveiknek a távoli meghosszabbítására is. Az új honlapon van egy adatbázisok menüpont is, mely alatt több olyan link található, melyeken folyóiratok, szakkönyvek, térképek érhetőek el. Ezek egy része bárhol elérhető, azonban olyan is van, amely otthonról nem, csak bizonyos helyekről, például a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárból. Ezzel is kiszolgálva a kutatói és szórakozási igényeket. A kor kihívásainak megfelelően az egyre nagyobb digitális tartalmat igyekszik a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár is elérhetővé tenni az olvasói számára. Ezeket teljes körűen a könyvtár területén akár a könyvtár informatikai eszközeivel, akár az olvasó saját informatikai eszközeivel is el tudja érni, le tudja tölteni és teljes körűen használni tudja. Mindezek tudatában igazán érdemes ellátogatni az újhelyikönyvtár.hu weboldalra mindenkinek, tették hozzá az intézmény dolgozói. Tűzült ki Sátoraljaújhely központjában a piarista kollégium lakóinak ideiglenesen helyt adó egyik hotelben. A Sátoraljaújhelyi tűzoltók a veszélyt elhárították, így már minden diák visszaköltözhetett az épületbe. Személyi sérülés szerencsére nem történt. A Belügyminisztérium katasztrófa védelmi főigazgatósága közleményében tudatta, hogy Sátoraljaújhelyen a város központban lévő piarista kollégium egy második emeleti szobájában hétfő este füstre lettek figyelmesek az ott lakók. A nagy erőkkel kivonuló Sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezésük után kiürítették az épületet, majd megfékezték a tüzet. Személyi sérülés nem történt, azonban berendezési tárgyak és ruhanemük égtek meg. Több mint 30 diáknak kellett elhagynia a szobáját arra az időre, amíg a szakemberek a veszélyt el nem hárították. Azóta a lakók már visszaköltözhettek az épületbe. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Jó az együttműködés a Zemplén Kalandpark és a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház között. Iskola érettségi vizsgálat a Sátoraljaújhelyi pedagógiai szakszolgálatnál. Új honlapon tájékoztatja olvasóit a Városi Könyvtár Sátoraljaújhelyen. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!